1950. júniusában az ÁVÓ megszállta a hatvani kolostort. A nép azonban kiállt a lelkészekért. A rendházat tömeg vette körül, és követelték az ávósok távozását. Az ÁVÓ vérbe folytotta megmozdulásukat, százakat internáltak Hortobágyra, a ferences szerzeteseket pedig az Andrássy út 60-ba szállították, miután bántalmazták őket. Az áldozatok emlékéért Kecskés Attila atya tartott szentmisét. Az eseményen beszédet mondott Lestyán Balázs alpolgármester. Mint mondta, a hatvani atyák megtanították azt, hogy ne a tetszetős kommunikációnak higgyünk, hanem a szemünknek. Ahogy mondta, ne sorakozzunk föl azok mögött, akik félelmet keltenek a magyar szívekben, hanem álljunk ki a fele baráti szeretet értéke mellett. Hozzátette, fontos, hogy ezek az érzelmek ne a hatalomtól, hanem belőlünk fakadjanak. A szentmisét követően megkoszorúzták P. Lukács Pelbárt és P. Krisztán Rafael ferences rendi házfőnökök emlékére a templomban elhelyezett táblákat, valamint a templom udvarán az összes elhurcolt hatvani emlékére állított emléktáblát is.